Yeah, The language changed and the broadcast language. So we're going to start with lesson number one. That, Rav. Yes. There is a very special... Egy nagyon különleges, hatalmas kapcsolat feszül most a világ felett. Ez az első kapcsolat, amelyet mi azzal a feltétel hoztunk létre, hogy mi utolsó generációnak tekintjük magunkat. Beléptünk abba az állapotban, ahol a felső erő mindenféle fajta eseményeken, amik nem is kellemesek, összekapcsol bennünket, segít nekünk egyetlen állapotból egy másik állapotba emelkedni, hogy ez szokott lenni általában. Itt nekünk van egy egoista vágyunk, az egész világ tulajdonképpen, az egész valóság, egoista vágy, semmi más. Annak érdekében, hogy át tudjunk lépni az egyik állapotból egy fejlettebb állapotba, ez nyomást igényel, és látnunk kell, hogy az egész világ szenved, és hogy a világ valóban meg akarja szüntetni a szenvedést. Nekünk valójában el kell fogadnunk azokat az értékváltozásokat, amin keresztül megyünk. Meg kell értenünk, hogy az összes változás, transformáció a legjobbat szolgálja. Mi mindannyian az egomba vagyunk bezárva, mert tényleg meg a gonosz hajlamot, mondja a Teremtő. És annak érdekében, hogy egyfajta spirituális cselekedetet tudjunk végrehajtani, azaz, hogy a Teremtőtől megkapjuk az adakozás szándékát, azon túlmenő, amit meg van teremtve, a kapni akaráson túl. Nekünk használnunk el az egónkat, még pedig helyesen. Tehát annak érdekében, hogy megkapjuk a kapni akarásból, az adományozásból való átmenet lehetőségét, nekünk el kell nyelnünk az, hogy egyfajta eszközt kell kiépítenünk, amin keresztül az adakozás elejét érzékelni tudjuk. Ez most el van rejtve előlünk, és ezt az eszközt hívják tízesnek a kabalában. Ez egy minimális struktúra, amit mi tudunk felépíteni önmagunk által, azáltal, hogy van 10 egoista, aki mégiscsak megpróbál lenullázódni egymás előtt, és ezen a módon elkezdjük érezni, hogy bár mindannyian egók vagyunk, mégis el akarjuk nyelni a... Tehát ebből az következik, hogy bár egoisták vagyunk, mégis valamilyen fajta engedményezése van szükségünk, tehát hogy engedményeket adjunk egymásnak, hogy egy teret tudjunk teremteni köztünk, hogy valóban ez ránk tudjon öltözni, ez az erő a köztünk lévő kapcsolatban, és ilyen módon korrigálni tudjuk a megszerzési erőt, amelyet létrejöttünk, és vagy mi mondani szoktuk, hogy megszerzünk az adakozás érdekében. És ilyen módon egyre jobban haladunk előre a formaegyezés felé, a teremtővel, a teremtő felé, hogy elérjünk egy olyan állapotba, ahol az összes ereje az adakozásnak az kitölt bennünket teljes egészében. Tehát tulajdonképpen nem fogunk elveszteni semmit, az identitásunkat sem ezen az úton, és akkor mind az adakozás, mind a megszerzés bennünk helyes módon fog kormányozni, és ezáltal eljutunk a teremtőhöz. Tehát mi valóban a megszerzési erőt birtokoljuk most, de most birtokolnunk kell majd az adakozás elejét, és ami hasonlóvá tesz bennünket a teremtőhöz. Tehát még egyszer, hogyan tudjuk elérni az adakozás elejének a belépését belénk közénk? Azáltal, hogy a tízesben lenullázzuk magunkat,
És így kitöltünk egy helyet, ahol megjelenik az adakozás ereje. Tehát ezért mondjuk, hogy ez a munka tulajdonképpen az adakozásnak az ereje, amely kitölti ezt a teret, egy üres teret, ahol mi valóban az egónkat oldalra tudjuk tenni, és ahol mi meg akarjuk kapni az adakozást, ahol valóban rá akarunk költözni az egónkra, tehát meg kell próbálnunk ezt megtenni, bármilyen körülmények között. Ez az első lecke, itt is meg kell próbálnunk, és aztán majd folytatnunk kell. Hogyha van bármilyen kérdés, boldog vagyok, ha megválaszoljam. Tehát mi egy új fejlődésbe kell belépnünk együtt, keresztül kell ezen mennünk. Tehát februárban ugye volt egy kongresszusunk, most pedig valóban éreznünk kell, hogy egy új valóságban vagyunk, egy új csoport, új fej, egy új viszony, egy teljesen új világ akar itt megjelenni egészen addig, ahol elkezdhetjük érezni, nem csak az, hogy kapcsolódni akarunk, hanem valójában teret akarunk nyitni a Teremtőnek, hogy a Teremtő be tudjon lépni ebbe, és közöttünk tudjon lakozni. Akkor kezdjük. Tehát akkor egy új világ, virtuális kabala kongresszus első lecke, az új világból, most a régi világból az új világból első idézet, Bála Szulám Zohár bevezetője, a 63-os pont. A mi generációnkban, bár a lelkek lényege az, hogy ők a legrosszabbak a lelkek közül, ami miatt ők eddig nem voltak képesek kiválasztódni a szentségre, a mai napig, ők azok, akik teljesen fogják tenni a világnak a parcufját, a lelkek parcufják, az edények szempontjából, és a munka az csak rajtuk keresztül lesz teljes. Ezért csak miután ezek az alacsonyrendű lelkek teljessé válnak, jelenhet meg a legmagasabb fény a világban, és nem korábban. Na, még egyszer olvasd el. Tehát Bálha Szulám, a mi generációnkban bár a lelkek lényege az, hogy ők a legrosszabbak, amely miatt ők nem voltak képesek eddig kiválasztódni a szentségre a mai napig. Ők lesznek azok, akik teljesen fogják tenni a világ parcufját, és a lelkek parcufját is az edények szempontjából, és a munka csak rajtuk keresztül lehet teljes. Ezért, csak miután ezek az alacsonyrendű lelkek teljessé válnak, tud a legmagasabb rendű fény manifestálódni a világban is, nem korábban. Ez azt jelenti, hogy nekünk meg kell értenünk, hogy nekünk el kell fogadni az összes barátot. El kell fogadnunk, mégpedig a helyes módon kell elfogadnunk, mivel bár mi elértük az utolsó generációt, mégiscsak az általános korrekciót az utolsó generációnak is teljesítenie kell, az egész rendszernek. Tehát ez a legfontosabb dolog. Tehát a korrekciónk alapvetően azt jelzi, hogy az egész rendszernek valóban minden egyes barátot el kell fogadnia,
Tehát így valóban minden barátnak össze kell kapcsolódni minden baráttal. Ezért lehetetlen. Mindenképpen össze kell kapcsolódnunk olyan mértékben, hogy bár nagyon sok ápontunk keresztül, az előző generációk is nagyon sok korrekció mentek keresztül, de itt és most. Tehát itt és most ez a legfontosabb dolog, hogy bár a lelkünk az valóban talán a legrosszabb lelkek és iszonyú egoisták, van egyfajta képesség, hogy teljesítjük a korrekciót. Persze fedezek a kérdés, hogy a többi generációk is egoisták voltak, és mégis ők látszólag teljesítették a korrekciókat, de nem így van. Ez semmiképpen nem igaz. Természetesen, ha mi ezt akarjuk, akkor ez velünk megtörténhet, de valójában mi nekünk kell teljesítenünk a teljes korrekciót. A legvaskosabb edények, a legvaskosabb vágyak és a legvaskosabb ego hozzánk tartozik, tehát mi vagyunk az utolsó generáció, és minden rajtunk múlik. És ezt láthatjuk abból is, amit a Teremtő velünk tesz, ahogy nyom bennünket, nyomásra helyez bennünket egy globális világ felé, ahol mindenkinek a függése mindenkitől feltárul, mindenki mindenkivel kölcsönkapcsolatban van, a modern technológián keresztül, a kommunikációs technikán keresztül. És így kellett finalizálni, teljesíteni a korrekciót. Tehát, hogyha mi nem tesszük meg, akkor másik generáció fog bennünket követni, de mi képesek vagyunk ezt megtenni, és azok, akik utánunk fognak jönni, azokat mi már egy új világ felé fogjuk továbbítani a saját korrigált edényeinken keresztül. Tehát gondoljunk arra, hogy mi valóban a korrekció végére törekszünk a kölcsönös kapcsolaton keresztül, ahol mindannyian engedményezünk a többieknek, ahogy mindannyian össze vagyunk kapcsolva, hogy valóban olyan mértékben, amennyire én le tudom nullázni az egómat a barátok irányába, azzal megegyező mértékben tudom hagyni, hogy a Teremtő belépjen közénk, és az a hatalmas fény az elérjen bennünket, az egoista vágyaink között felragyogjon, korrigálja azokat, és helyes módon rendezze el. Németország 1, jönnek a kérdések. Nem, négyes, négyes, amíg nem is jól értettem. Hello, van egy kérdésem, én szeretném tudni, ön úgy tekinti, tehát, hogy annak érték, hogy tudjunk lépni az egoizmuson, ez egyfajta romantikus dolog, ha jól értettem, ott nem akartam hinni. Persze, a fülemnek. Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mondja rá. Tehát még nem értjük pontosan, hogy mi az igazi szeretet. Nem értjük. Most például szeretetről fogalmunk sincs. Mindenek előtt ennek köze nincs semmilyen fizikai állapothoz. Meg is állt az internet Izraelből. A fordítói felület megállt. היא כולה לטובת הזולת ולא לטובת האדם עצמו. פיטי עשר. על המשפט שאמרת שברגע שאני קוטל אגו שלי אני נותן
נותן לבורא להיכנס. אפשר קצת לפתוח את הנקודה הזו? אני לא מבין למה אני לא שומע אותך טוב. אתה נפסק. תתקן את המיקרופון שלך או קשר ותחזור. בינתיים, כיף אחד. Sajnos nem hallani semmit, tehát ez egyelőre nem működik, barátaim. Вот вы еще сказали, что высший свет будет пребывать между нашими желаниями. Вот что это такое, когда он пребывает? Az ukránok kérdeznek, de nem hallom. בניית הפרצוף, פעולות הפרצוף, שזה נשמה. ואיך האור העליון משפיע על הרצון לקבל ומסדר את הרצון לקבל לפי התכונות שלו, איך רצון לקבל עובד עם האור העליון, יקום כוח השפעה, איך רצון לקבל בפעולה שלו עושה צמצום מסך ומופיע בתחייה מלקבל, מבצע, מייצר את האור החוזר. הסיוריו, אז האור חוזר, מסוורת, פיינג, תעת, אז אלו תושיטש, תעת, אז, volumen egy visszavert fénytemel, amely valójában az adakozás szándékát hordozza a teremtő felé, és mindezek, bocsánat, a kiesését, rengeteg ember hallgatja ezt a leckét, tehát is így a barátok együtt, amikor 10 barát együtt dolgozik egy ilyen egyesített formában a teremtő felé, meg fogjuk még ezt még jobban tanulni, akkor a felső fény belép a vágyaink közé, és ezzel a felső fénynek terenyítünk ezt, ezzel nevezik a teremtőt helynek, makomnak, héberül. A kapni akarás valójában egy hely, a vágy, ugye? És hogyha mi valóban képesek vagyunk másfelé haladni, tehát itt valóban éreznünk kell a teremtőt, az ő cselekedét az okozás irányába. Oké, de mielőtt mi elkezdenénk tanulni ezt a tízesben, mi össze kell gyűjjünk együtt a tízesben. Mondja Vlad Kievből, igen, tehát nekünk együtt kell lennünk, és ez az együttlét, ez valójában a teremtő feltárását teszi lehetővé. Ez is köztünk történik. Ez a módszernek az egyik lényege. Ez az, amit itt csinálunk. Tehát azáltal, hogy ezt a kongresszust megrendeztünk, a köztünk lévő kapcsolat tulajdonképpen különleges kapcsolattá válik, amelyen keresztül mi teret nyitunk a teremtőnek. Ő lesz a vendég ebben a kapcsolatban. Mi összegyűltük az összes barátunkkal, mondja az ukrán srác, egy építész Kievben, tehát a galaxin, és valóban hogy kell velük gondolni, hogy kell elképzelnünk azt a helyet, ahol egyben vagyunk olvadva. Hogy kell ezt a helyet spiritásan elképzelni? Nagyon sok cikket olvastunk erről, Bála Szulám által, Rabas által és más kabbalisták által megírva. Ők azt mondják, hogy a teremtőnek a barátok között kell megjelenni, a barátok között. Ő teremtette a kapcsolatot köztünk, ő az, aki korrigálja a kapcsolatot köztünk, egy egoista fajta kapcsolatból, altruista kapcsolatba, és ez így működik, így létezik. Tehát minden cselekedet, amin keresztül a spiritualitásba akarunk belépni, ugye ez annak érdekében történik, hogy először képesek legyünk soványnak a teremtőnél a korrekció erejére, és amikor ez működik, már akkor képesek vagyunk helyesen cselekedni. Hall engem? Már Heli Mirovics. Nem, bocsánat, az hittem. Nem, ez Marik. Tehát abban a pillanatban, amikor megindul a lenullázódás a barátok felé, én hagyom, hogy a felső fény belépjen. Ugyanazon a helyen, ugyanabban az akaratban, vágydarabban, ahol te lenullasztod a szándékodat a megszerzésre, kapod meg a teremtőtől az adakozás lehetőségét. Oké, tehát a cselekedet folytatja Marik. A lenullázódás. Mit jelent pontosan?
kitisztítja a helyet, kitisztítja a termet. A teremtő ezért helynek is van nevezve, mert amikor felfedezed őt, akkor ezen a helyen fedezed fel a saját kaptakarásodon belül, amikor valóban világos szándékokkal lézve, de még kaptakarása. Oké, ez a lenullázódás, ami annak irányában megy, hogy, hogy mi ez a cselekedet, ami a kaptakarás lenullázza. Ez egy cselekedet, ahol én egyértelműen abba akarom hagyni az egóm használatát, és egy bizonyos mértékben, mindenképpen egy bizonyos mértékben, és akkor abban a mértékben be tud lépni a teremtő erre a helyre. De hogyan manifestálik az a tízesben? Tehát ön a barátokról beszélt. Igen. Ez a barátokkal szemben nyilvánul meg, amikor elkezdek a barátokkal viszonyulni egy ilyenfajta módon, akkor én azzal kell foglalkozzak, hogy mennyire ne az egómon keresztül kapcsolódjak hozzájuk. Erre tanít meg a tízes. És ez egy óriási lehetőség, egy nagy örömet hordozó valami. Tehát nekem meg kell állítanom magam, meg kell állítanom az egómat, egyfajta kritikát kell az egó fele fordítani, és a teremtőhöz kell fordulnom, hogy segítsen ebben. Hajfa 3. Ezek a számok mind egy tízes jelölnek, tehát 10-10 emberül, ugye? Oké, tehát le akarom nullázódni az egót és egómat, és fel akarok emelni. Honnan tudhatom, hogy ez sikerült? Én ezt nem tudok elmagyarázni. Az ember, aki állandóan ezen dolgozik, az elkezdheti érezni egyre jobban és jobban, hogy egyre kevésbé magyaráz neki a saját egója ott a lába mellett. De arra sokat írt erről. Hát gondoljátok végig a cikkeit. Emlékezzek, amiket írt. Hogy legyek egy nagy nulla a többiekhez, hogy legyek két nagy nulla a többiekhez. De miért van ez? Megint megállt az adás. Sajnos. Megint megállt az adás. Nahon. Ken. Pitis 31. Tehát nekem sajnos egy fordítói felületen küldik az adást, és itt most internet problémák vannak. Akkor mukhan, kol markivim mukhanim, אתה מבין? רק אנחנו צריכים לפיל אותם נכון. Tehát sajnos nekem megint megállt az adás, úgyhogy meglátjuk, hogy mi történik. ברצון לקבל שלנו, שהוא יהיה עם יקבל. In our will to receive. Tehát itt meg kell kapnunk az adakozás minőség az, ami a teremtőtől jön. És nekem föl kell emelni az adakozás minőségét a megszerzés fölé, és nekem sovárognom kell a teremtőre, hogy adakozzon felém, befejezzen engem. És amikor érzem ezt, akkor ez az adakozással én a barátok felé tudok fordulni. Tehát itt a fizikai dolgokon túlmenően ki kell építeni ezt, de ez így kell helyesen cselekednünk, Afrika. Köszönjük, Rav. A kérdés mondja Bright Londonból. Tehát azt mondta, hogy 20-30 év is kellett ahhoz, hogy a minimális struktúrát kiépítsük a tízes körben az egóval. A kérdésem, hogy ez a folyamat mikor fog felgyorsulni, Rav? Ez a múltban volt, barátaim. Így zárult le az előző korszak. Bála Szulám világosan leírja ezt. Bála Szulám azt írja, hogy abban a pillanatban, tehát Rabbi, tehát amikor megkaptuk Rabbi Simon Tóráját, a spiritás módszert, ugye akkor kezdődött a kabala spiritás módszernek az átadása, Baal Shem Tovon keresztül, akkor az út lerövidült, felgyorsult a sebessége az útnak. Ha helyes módon használjuk azt, amit ők kifejezettek,
amit ők odaadtak nekünk. Tehát ezt le tudjuk lassítani, föl tudjuk gyorsítani az utat, és le tudjuk lassítani az ellenállást. Ebben az új világban, ez az új folyamat, amik hol kezdődik az igazi tízes kiépítése. Ugye a tíz szféra kiépítése. Rav, abban a pillanatban, amikor az ember belép a tízesbe, itt van, ez az, amit itt meg kell tennie, amikor meghallja, ez kell az azért néhány év, ezt tudjuk, amit meghallja azt, hogy hogy kell a csoport tagjává válni, a spirituális csoport tagjává, tehát jó néhány év után elkezdődik ennek a meghallása, mivel ha ezt meghallja, akkor az nem lehet más, mint azt, hogy ennek megfelelően képes dolgozni, ennek a hallásnak megfelelően, és akkor ő látni fogja, hogy nem tudott megváltozni semmit. Tehát itt az értelmét kell nézni annak, hogy mi az, ami változik, mi az, ami nem, és végezetül meg kell értenie, hogy ami nem változik, az azért nem változik, mert nem hallottam meg helyes módon a dolgok lényegét, és nem tudtam a helyes cselekedetet végrehajtani, amit meg kellett tennem annak érdekében, hogy az adakozás erejét felemeljem, a teremtő feltáruljon. És amikor ezt meghallom, akkor elkezdhetem egy újfajta számítást. Nem is más választásom, nekem dolgoznom kell egy ilyenfajta módon, hogy valóban feltárjam a teremtőt. Mit kell tennem akkor? Annak érdekében, hogy ő feltáruljon, nekem tovább kell lépnem, meg kell szorítanom a kapnakarásomat, de én nem tudom megszorítani a kapnakarásomat, hanem nem tudom megszületni a kapnakarásomat, hanem a szándékot kell tudnom valamilyen módon kezelnem, hogy azt tudjam esetleg megszületni. Egy kicsit mindig arrébb kell lépnem, hogy ezzel tele tudjak nyitni a teremtőnek, hogy belépjen a szívembe, belépjen a lelkembe, az értelmembe, uralja ott az adakozási vágyaimat, és hogy ezt hogy kell pontosan megvizsgálni, hogy kell szentesen ellenőrizni a tízesben, csak a tízesben. És ezáltal tulajdonképpen fokozatosan előre visz engem a teremtő. Az összes új diák fönt van most, és nekem kell tízes, mindenki ezt mondja. Tehát itt van valami drasztikus változás, tehát hogy lehet az, hogy mindenki követeli a tízes körülbelül bele belépést? Hát ez a jele az utolsó generációnak. Lehetetlen, ugyanis egyetlen leckéből bármit kivenni, hogyha nincs tízesed. A tízes gyakorlatilag, tehát hogyha úgy gondoltak abban a leckét, mint egy egyetemi előadást. Nekünk meg kell szervezni, minden tízesbe kell szervezni, és ezek a tízesek majd változhatnak, amíg a végső formájuk kialakul, amíg képesek vagyunk teljes mértékben összekapcsolódni velük, de itt az első pillanatok kezdve tízesben kell gondolkodni, hogy ez a havaja, ugye az egész világ felépítésének az alapja. Igen. Én csak szeretnék elmondani, hogy problémák vannak a Galaxy platformon, a technikai osztály dolgozik rajta. Mi kétszer annyian vagyunk, mint voltunk. Kétszer annyian. Hát nekünk erre föl kell készülni, barátaim. Nem csak meglepő, hogy kétszer annyian följöttek. Hát mi történik akkor, hogyha mindenki a világon 8 milliárd ember ide akar kapcsolódni? Akkor mi lesz? Tehát nekünk képesnek kell lenni ennek a fogadására is. Itt nem lehetnek hibák, problémák. Nem tudom, hogy ezt hogy kell megszervezni és fixálni, de mindenkinek ezen kell dolgoznia, hogy tízszer annyi ember is képes legyen becsak bekapcsolódni. Én sokszor elmondtam nekik, és én nem tudok cselekedni helyettük, mert nem értek ehhez. Hívjátok fel őket, és követeljétek, hogy azonnal csinálják meg, és akkor majd a teremtő is felhívja őket. Tehát Tel Aviv 10. Tel Aviv 10. Tehát az izgatottság a világcsoportban, itt egy ilyen elektromos atmoszférában jelenik meg. Tehát
ugyan bár a sávszélességek limitáltak, amin az emberek kapcsolódnak, vannak problémáink is, de nekünk elég sávszélességet kell fenntartani. Nekik mondd el, akik gondoskodnak erre. De van egy vitás kérdésed is? Igen. Tehát a felkészülés során elolvastak a Menni Malakimáját, és a Menni Malakimájában az volt, hogy nekünk irigynek lenni. Mit jelent az, hogy irigynek lenni helyesen? Neked a barátodtól mindig kell irigyelni valamit. Nyilvánvalóan az irigység látszólag nem jó, de egy helyes irigység az nagyon jó. Tehát abban sokszor beszél erről. Muszáj irigyelni a barátot, mert a teremtő semmit nem teremt feleslegesen. Tehát nekünk tudni kell. A gyűlöletes tükségünk van, meg az irigységre, csak tudnunk, hogy hogy használjuk. Amíg irigyelsz valakit, aki halad előre a spiritásban, addig jó. Tehát nekünk azokat, akik növelik a bölcsességet, nagyon kell irigyelni. Az irigységnek, pozitív irigységnek kell lenni, tehát nem kell nekem csökkenteni, tehát addig kell irigyelni őt, amíg el nem érem legalább az őszintjét. Szentbédzem a három. Nem fordították az orosz. Csak is a példákon keresztül, amit ti adtok, szavak nélkül, ezen keresztül kell a barátokat befolyásolni, és akkor látni fogjátok, hogy energiát fektessünk ebbe, és segíteni fog. Na, akkor olvasok tovább a kettes idézetet. A szabadság cikkből van a következő, Bálhaszulám. Amikor az emberiség eléri az ő célját, ami a testek elfogadásán túl felemeli őket a mások szeretetére, akkor az összes test a világban egyetartalmas testé olvad össze, és a szív egyetlen szívvé, és akkor a boldogság valóban az egész emberiségén belül feltárja a teremtő óriási dicsőségét. Amikor az emberiség eléri a célt, akkor be tudunk lépni a teljes szeretetébe a barátoknak, akkor az egész világ egyetlen testbe fog egyesülni, egy szívbe, spiritás testbe, spiritás szívbe, és akkor az összes boldogság az emberiség számára feltárul a teremtő dicsősége is. Azaz a célunknak, mondja Rav, az kell, hogy az összes vágyat össze tudjuk kapcsolni, az összes minőséget egybe, addig, amíg egyé nem válik. Egy vágy, egy szívvel, egy testtel, és akkor egyetlen fény lesz, ami feltárul a teremtőnek a fénye a köztünk lévő kapcsolatban, és ezen a módon eljutunk annak az érzékeléséhez, hogy mit jelent a korrekciónak a vége. Mit jelent a korrekció vége? Tehát itt ez az órunk előtt van, tehát az előző generációk. Adam Harishon általános edényéhez tartoztak. Ők csak felkészülési munkát végeztek. Nekünk kell a munkát befejezni. Tehát mi szembesülünk azzal a cselekedettel, ezzel a működéssel, a kapcsolattal, a kitöltéssel, amit majd a felső fény fog megtenni. Ez egy nagyon kemény munkám, ami most jön. És anélkül kell csinálni, hogy legyen reményünk bármit elérni. Tehát mindig egy kicsit tovább kell mennünk ebben, éreznünk kell, hogy ők a spiritualitáshoz tartoznak, de mi leszünk képesek a teljes korrekciót elérni. És még hogyha ezt a munkát, ez a munka nehéz munka is, erőfeszítés követel, mi azonban kiépítjük ezeket az erőfeszítéseket, és hogyha mi akarjuk ezt, akkor is érünk a végére. Drága Rav, hallok bennünket? Igen. Milyen minőségre van szükségünk annak érdekében, hogy az összes vágyat összekapcsoljuk? Még egyszer.
the translation again. What ability? Milyen, csak a fordítás csinálják meg még egyszer. Te milyen minőség kell annak érdekében, hogy összes vágyat, mindenkiért össze tudjuk kapcsolni. Nekünk arra van szükségünk, hogy akarjuk az összes vágyat és gondolatot összekapcsolni. Méghozzá egy olyan módon, hogy ebben a kapcsolatban felemelkedjen a teremtő. Ennyi. Erre kell törekedni. Nekünk nincs szükségünk arra, hogy mindenkinek külön-külön a vágyát lássuk. Nem. Különbözőnek, és nem kell egyformának lenni a vágyaknak. Nekünk irányulnunk kell arra, hogy miben vagyunk egyfelől, miben nem. Tehát egy testé kell válnunk, minden egyes szervnek így kell működnie, ezen a módon kell működnie, tehát így kell együtt dolgoznunk, és ez ugyanezt történik, mivel tízféle vagyunk a tízesben, Keter, Hokma, Bina, és így tovább, ugye, ezek a szférák, ezek mások, mind különböző, mindegyik egy más irányba halad, de a cél ugyanaz. És a kimenetele mindennek, mindegyiknek az, hogy valóban mindegyik a felső fény feltárulására vágyik, azért, hogy adakozni tudjon vele. Tehát ez az, ahogy nekünk szintén gondolkodnunk kell. Drága Rav, egy barát kérdezi, mit jelent az, hogy az alacsony rendű szellemiségek versenye? Ismételd meg. Ismételd meg. Tehát azt kérdezi a barát, mit jelent az, hogy ne barát, akkor más kérdezett, a kiegészíteni, hogy kell a felső szellemiséget. Hát ezt most se értették. Nem értjük. Most a törökök kijavították közben. Na, most megismétlik. Tehát hogyan egészítjük ki egymást, igen. Tehát ezt lehet, hogy ezt kezdte. Nem tudjuk pontosan, hogy egészítjük ki egymást. Nekünk erőfeszítést kell tennünk, ez biztos. Tehát nekünk össze kell kapcsolódnunk egyetlen irányultságban, és mindenkinek a saját munkáját kell elvégeznie. Az egyik erre képes, a másik arra képes, tehát nekünk meg kell hódítanunk egy bizonyos állapotot, nekünk el kell élnünk egy állapotot, ahol össze vagyunk kapcsolódva, és ahol mindenkinek megvan a maga szerepe, a saját minősége, de mit akarunk ezáltal elérni? Mit akarunk elérni? Egy olyan szintű kapcsolatot, amely teret nyit nekünk az adakozás minőségének. És akkor a teremtő majd ráöltözik ide, erre, és az adakozás minősége pedig pontosan azt jelenti elsődlegesen, hogy lenullázzuk az egónkat, és úgy tekintünk az egóra, hogy nem akarjuk használni egoista módon az egót, és akkor egy új teret nyitunk, ami üres tér lesz, és akkor a teremtő ott tud feltárolni, tehát először az alakodás minőségét kell megjeleznünk, ez pedig majd az alakodás minősége az a haszadin fény, mert megtanuljuk ezt, és ezt tölti ki majd a hokmafény. Törökország 1. Drága Ravunk, a tízesünktől egy kérdés, hogyan vagyunk mi képesek használni ezt a kongresszust, amely egy helyet teremt közöttünk a teremtőnek. Tehát hogy láthatunk a kongresszust olyan fontosnak, hogy megteremtődjön a teremtőnek a helye? Rav, itt és most, egész nap, mi meg akarunk formálni egy olyan viszonyt egymás között a tízesben és a tízes között, ahol valóban le akarjuk nullázni
az előrehaladást és minden mást. Tehát nekünk mint csoport kell előadni, figyeltek erre oda, hogy mint csoport haladjunk előre. Tehát mindannyian előre akarunk haladni. Tehát én nem tudom, hogy mit kell. Tehát nekünk mindenképpen elő kell haladnunk. Azaz, én kötelező vagyok, hogy mindenkit előrefele nyomjak, hogy mindenki érezze, hogy mindenkinek a többiek segítségével kell előre jutnia, és ezzel tulajdonképpen egy feltételt hozunk létre, amelyen keresztül a teremtő feltárul. Ez a formalizmusnak megfelelően fog feltárulni, és itt tudunk ennek megfelelni, ezt így kell elrendezni. Folytassuk. Tehát a hármas idézetet fogjuk olvasni, Begit Beálhaszolám, bevezetés a Zohár könyvébe, 19-es pont. Amikor minden ember egyetért avval, hogy lenullázza és önmagán belül visszafogja a megszerzési vágyat, ami önmagára irányulna, és nincs más vágya, mint az, hogy adakozzon a barátainak, és minden aggodalma a világra irányul, hogy minden megfelelő módon létezzen, akkor valóban biztosítva van, hogy a teljesség és az élet teljessége működni kezd, és ilyen módon az egész világ minden tagja, minden tagjára gondoskodni akar, és készen áll arra, hogy egymás szükségletet kiegészítsék. Tehát akkor minden egyes ember egyetért abban, hogy megzabolázza a saját kapni akarását, magára irány, és ismes vágya, mint hogy adakozzon a barátai felé, és hogy minden aggodalma a világra irányul, hogy ott minden megfelelő módon létezzen, akkor biztosítjuk, hogy megjelenik a teljesség és az élet teljessége, mivel mindannyian érzékelni fogjuk, hogy a teljes világ az értünk létezik, és a világ minden tagja minden tagjáért képes az minden megtenni, hogy ki elégítsék egymás igényeit. Igen, ám, de miért a világnak ezt megteszünk, meg kell tenni magunknak. Tehát mindenkinek egyet kell értenie, hogy eltörli önmagát a köztünk lévő kapcsolatban, és ezáltal mi biztosak lehetünk benne, hogy formálisan jutunk a teremtővel, és ebből majd képessé válunk bemutatni magunkat az egész világnak, hogy ezt folytatni tudjuk. És akkor gondoskodni tudunk mindenről, a kongresszus után is majd meg fogjuk látni, hogy ez mennyire lehetséges, hogy mennyire nem. Tehát a világról megfelelő módon tudjunk gondoskodni. Tehát mindeközben menjünk át a következőre. Tehát a bevezető a Panim Meiroto Masbiro című könyvbe, Bála Szulámtól, 22-es pont. Az ember nem önmagáért, hanem az egész láncolatért, így. Minden egyes része ennek a láncolatnak, az életek fényét, az kizárólag nem magának kapja, hanem arra, hogy elossza az egész láncolatnak. Tehát nekünk mindenkinek azt kell gondolnia, hogy mindenki valaminek a reprezentánsa a világban, és csak amilyen mértékben képesek vagyunk gondoskodni mindenkiről, amilyen mértékben mi valóban be akarjuk mutatni magunkat, hogy hogyan, mennyire vagyunk képesek valóban vezetni a világot, hogy senki nem mondhatja azt, hogy én nem a teremtő szolgál vagyok, ezt még meg kell tanulni, tehát spültás értelme tudni kell, mit kell tenni. Mert amilyen mértékben ki vagyunk képesek ezt megtenni, annyira tudjuk az egész világot a korrekció vége felé tolni. Csak ezen a módon. Ezért senki nem a saját élete célját követi, hanem az egész láncolat életén él, és minden része a láncolatnak, az nem kapja meg az életek fényét önmagának, hanem kizárólag azért, hogy elossza a fényt az egész láncolat mentén. Más szóval én valóban egy átmenet vagyok, egy csővezeték vagyok,
a felső világ fényei és az alsó világ között. Tehát ezen a módon ki kell nyitni, föl kell tárni magunkat, és a teremtőnek adakozni kell rajtam keresztül, le kell nullázni magam, és az összes edény előtt. Meg kell ezt tennem. Moszkva 4, Moszkva 4. Egy tavaris kérdezi, egy barát. Hogyan tud egy ember, hogyan érezheti egy ember a felelősséget, hogy a tízesre való kapcsolata befolyásolja az egész világot? Az integrált törvényeket kell követni. Tehát átvezető csődé kell válni a teremtővel, és átvezető csővé kell várni, héberül egyébként cinorrá, ugye ez a zsinór szó, ebből származik magyarul, és ezen a cinoron keresztül, ez az integráltság törvénye, nekem megvan a 10 szférám a fűtás csoportomba, és amikor elkezdjük ezt terjeszteni, a fényt terjesztjük és a módszert, hogy ők hogyják ezt a fényt megszerezni. Tovább, ötös idézet Bála Szolántól, béke a világban. A mi generációnkban minden egyes embernek a saját boldogságára kell irányulnia, és az összes ország a világban szükségszerűen, amilyen mértékben az egyén szolgálni képes az egész világot, úgy, ahogy egy fogaskerék szolgálja a gépet, tudja szolgálni a saját országát is. Ezért a lehetőség, hogy jót cselekedjünk, és hogy boldog és békés irányítás alatt legyünk, ez egy olyan állapot, amely szinte felfoghatatlan, és minden országnak, minden országa így kell viselkedni a világban, egy viszonsági alapon, és a mi időnkben az országok függenek egymástól, hogy az életnek az igényét meg tudják adni egymásnak, ugyanúgy, mint az egyének, a családon belül, a történelem korai korszakában kell, hogy gondosanak egymástól. Ezért mi többé nem arról beszélünk, vagy nem azzal foglalkozunk, hogy egy-egy ország, vagy egy nemzet jóléte mitől függ, hanem csak is arról, hogy az egész világ jóléte hogyan függ minden egyes tagjától a világnak, és hogy minden egyes előny vagy kár, amit bármelyik embernek okoznak a világban, az valójában a minden ember érezni fogja a világban. Na, még egyszer olvasd ezt el. Nézzétek meg, válaszolom, miről ír. Ez 100 évvel ezelőtt írta. Ma most kezdődik csak az, hogy elkezdhetjük meglátni ezt, hogy ez hogy manifestálódik a mi kis ellenmondó világunkban. Ő leírta 100 évvel ezelőtt, hogy enélkül semmi esély nincs semminek. Tehát még egyszer, a mi generációnkban Ravlajban olvastam. Minden egyes egyénnek arra kell irányulnia, hogy minden ország, meg minden tagja megkapja a boldogságot és az örömöt. Tehát látjuk ezt magunk között, hogy működik, ugye? Egyik ország, hogy használ ki a másikat ebben a kölcsönös kapcsolatban. És ugye azt írta, hogy egyfelől ez a pandémik koronavírus járvány lecsapott mindenkire, ugyanakkor viszont a kölcsönös kapcsolatot, belső kapcsolat alakította ez át, hiszen fizikailag találkozhatunk, és most láthatjuk, mondja Rav, hogy milyen mértékben kell megváltoztatnunk mindent. Tehát nézzük meg Amerikát, meg Kínát például. Mennyire függenek egymástól, tetszik, nem tetszik neki. És egyszerűen együtt kell működni, ha tetszik, ha nem. Az új feltételek mentén természetesen. Tehát feltárult a gyűlölet, feltárult a kölcsönös függőség. Mit tudnak tenni? Utálkozva, de muszáj együttműködni. Tehát a világ az átszervezte magát az új feltételrendszer mentén. Mi tudjuk, hogy mit jelent az új rendszer. Az, hogy mindenki annak megfelelően dolgozik, a közösség érdekében, amennyit lehet megszerez, azért, hogy normálisan tudjanak élni az országban lévő emberek, és egyébként pedig mindenkivel jó kapcsolatokat törekedni, hogy mindenki egyetlen kötelékben tudjon létezni. Erre felé kell haladnunk. Tehát, hogy hogyan tudunk mi segíteni a világot, mi a Biné Baruk, hogy ez az átmenet megtörténjen, ez a mi munkánk. Ezt kell kifejleszteni. Ezt kell kifejleszteni a kabala alapján. És ez valóban a korrekció vége fele fog bennünket vinni. Lépésről lépésre el kell magyarázni
az embereknek, hogy megértsék, hogy egy olyan módon kell élni, ahol mindenkinek meg kell adni a helyes nevelést, a fiataloknak főleg, hogy megértsék, mennyire függenek egymástól, hogy hogyan kell helyes kapcsolatot kiépíteni egymás között, és fokozatosan az összes harci fegyvert egymás között meg kell szüntetni, csak a jó kapcsolatot kell felépítenünk, mert a jó kapcsolat alapján fog a világos spiritualitás szintjére felemelkedni. Ez az, amit nekünk akarni kell, és amit a világnak segítenünk kell, hogy ez kialakuljon. Moszkva 8. Lengyesen mondja már, hogy mi a fontosabb, hogy érezzük a barátnak a vágyát, vagy az egész tízesét. Mind a kettő. Annak érdekében, hogy ugye még a munka elején vagyunk, de nem érezhetjük addig a tízest, amíg nem érzünk mindenkit. És ez vice versa igaz. Tehát nektek érezni kell mindenkit helyes módon, és hogyha de ezt megelőzően a tízest össze kell kapcsolni. Tehát ez az, ami nagyon fontos. Tehát így van az, hogy az egyén és az általános átvált egymásba, és az egyének az érdeke átvált a közösség érdekére. Baltia 2. Hogyha én a tízesemért imádkozom, hogyan kell akkor a többi tízeshez viszonyulni? Tehát, hogyha én a saját tízesemben nem dolgozok helyesen, hiába próbálok kapcsolódni egy másik tízeshez, ez csak zavar. Tehát nekünk, én azt szeretném kérdezni, tehát ma azt látjuk, hogy hatalmas izgatottsággal és lelkesedéssel adják át emberek magukat ennek a spiritás munkának. Hogy történt meg, hogy előtte ezeket egyáltalán nem érdekelte? Azért, mert mi magunk állunk készen erre. De a mikrofonat tedd rendbe. Tudják kérdezni, latin itt. Nem hogy tök jó, Rav Lajtman, hogy... Oké. Ezek csileiek. A kapcsolat, amit elértünk ebben a pillanatban is, a kongresszuson keresztül, ez megadja nekünk az erőt, hogy az emberiség szintjére tudjunk lesüllyedni, vagy a köztünk lévő kapcsolatról szól mindez. Nem. Minden a köztünk lévő kapcsolatról szól. Hogyan fogjuk feltárni ezt a tízesben, és itt mindenkinek teret kell adnunk a tízesen belül is. Tehát össze kell kapcsolódnunk. És a köztünk lévő viszonyban várhatjuk el, hogy feltárul a teremtő. Tehát így fog feltárni a teremtő. Figyelj! Tehát az adakozás köztünk, ez stabilizálja tulajdonképpen azt az erőt, amikor kiépítjük azt a helyet, ahol a teremtő elkezd feltárulni a formányzés törvénynek megfelelően. Tehát nyilvánvalóan akkor mind a kettő adakozó. Én is adakozó vagyok, a teremtő is adakozó, és ezért, amikor adakozok a barátaim felé, a köztük lévő formányzés mind a teremtő feltárul. Tehát én adakozok a barátom felé, spiritási erőt ő felé. Tehát ezért sokkal megérinthetőbbé válik ez. Tehát még egyszer, az én adakozásom a barátok felé, ahogy a barát is adakozik, felém is, meg a többi tagja felé, hirtelen elkezdjük érezni, hogy az Úr áldott mezeiben vagyunk. Formegyezésbe kerülünk az Istennek. És akkor ennek a formegyezésnek megfelelően megindul egy irányultság egymás irányába, és ebben az irányultságban a teremtő hatalmas erővel elkezd feltárulni. És akkor feltárjuk a teremtőt a tízesen belül. Jön egy fény, és feltárja az edényt. Feltár az edényben, bocsánat.
Na, barátok, van egy ilyen csoport is, hogy barátok. Nem hallom a fordítást egyelőre héberről. Azbara anachnu tzichim lasbir lekol ha'olam vekodem kol le'am Yisrael velekol ha'olam mi shemesugal lishmoa mi shemuchal lishmoa b'matzavei matzavei Avraham sherak b'chibur b'ineinu rak b'havana eifo anachnu nimtzaim yesh kan shnei dvarim mitzad echad lasbir. Tehát elnézést kérek, egyelőre nincs fordítás, valami technikai probléma van. זה יכולים לעשות כולם. אין בזה שום דבר סודי שאסור Shalom Shabbat, querido Ra, el creador se puede revelar en la descendencia. Tehát elnézést kérek, egyre nincsen angol fordítás. Lo lastir. Anachnu notnim lo makom litganot al ide ze sheanachnu mastirim et shelanu. Bimakom sheani oseh tzimtzum al ha'ego sheli. במקום הזה אני מצפה לגילוי הבורא. מוסקו 7. Начинает раскрываться вот эта точка, где поэт начинает отдавать и наполнять товарища. А разве я могу это сам прочувствовать? Если я отменяюсь и отдаю, я буду ощущать. Беда, шата ми ватели та эго шели, ата ло ми ватели та цмеха. Ата ми ватели рак аль минат ли кабель шелха. Аз в маком, в маком не карационот. ורצונות שאדם מבטל את הכוונה יש. תעת אני גם אקסר שאין את דיוואג'ים קודקה לנו להסק את בהיבר פוריטונת נקנק ולמית. איזו היי, או ואג'וק נקו היי, תעת עסק אותו ואג'וק אותו מייקת עוזרים זה סנדי קונקות אין יום יק, עוד ואג'ים קיפה שכזו דוקו דשת. חדר אבן. רק זה ויסיות, אריתולוג. מושג קשר בתוך הצוריה, חיבור בצוריה, אז גם מרגישים את ההשגחה אחרת? כן. אם אתה חושב על עצמך שאתה נמצא בקשר עם הבורא, אז תאמין לי שאתה טועה. אה, תהנה מולום פרי. תעת הסברת אותו היבר. שאתה נמצא בקשר עם השאייה שלך. נמשל שסייבר מושטיש. ככה זה. אז קודם כל, תתקשר לעשירייה, תבטל את עצמך. אז לאט, דוטו הפוריטו יפלו יותר נמי עולה. תתם קודם לפוריטו נמוד יורו. זה נקרא מאהבת הבריאות לאהבת השם. אשקלון... תת נקוינק... עוד איזה שם בלוקל, עטו לקיטונונק, עוד מי קופצ'וט פון קוסטון, עוד יתנטו סלטת אין כלסו אלי, ריקו... Én közben mondom, amit te mondod. De azért, mert a Zsoltot befordítottam úgy, de elmondtam, amit a Zsolt elmondott, Feri. Nem volt a hivatos fordítás. Oké, tehát megjött az angol. Tehát én rá fókuszálni akarok a kérdésre. Bocsánat, ezért a sok technikai malőrért.
kétszer annyian vannak fel, mint eddig szoktak. Tehát elnézős barátaim. Szétesett az adás, közben mondják már nekem, Izraelből. Már ez sajnos oroszból se fordítanak ebben a dolgban. Az egész megállt, ugye? Tehát hát elnézést, ez műsoron kívüli, hogy ennyire lefagy a rendszer. בידיים שלי ואני אוכל אז לתקן את העולם. בבקשה אדון. אוקיי. Okay. ערן. כן. מה אתה שמח כל כך? אני נזכרתי שיש לנו היום חברים שהתאספו ועושים לנו מוזיקה חיה באולפן. נו, אז איפה הם? באו לשמח את הכלי העולמי, בואו נשמע אותם. דני, כן. יש לכם משהו לתת לנו? אנחנו מוכנים. שומעים אותי? שומעים, נו. 1, 2, 3. Tehát most olvasni fogunk, és zenét is hallgathatunk a stúdióban. Tehát a világcsoportnak örömet akarnak adni a zenészek, és akkor zenélni fognak most. Tehát most a zenélni fognak egy kicsit. La 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 la.
כל הכבוד לקבוצה שלנו, מוזיקאית. הם עשו דברים גדולים. תראו, הם הכינו את השירון. Okay, tehát van itt egy ilyen, a dalokról egy könyv, amit előkészítettek a zenészek. Itt vannak, ez egy óriási munka volt, hatalmas öröm, tehát ez letölthető. Tehát látszik, hogy ők hogy készültek a kongresszusra, és ez növeli a sikerünket, hogy ilyenek születhetnek. Oké, tehát köszönjük szépen nekik. Oké, megyünk tovább. Megpróbáljuk a hatos idézetet felolvasni. Bála Szulám, bevezetés az Zohár könyvébe, 68-as pont. Ne legyetek meglepettek, amikor, hogy egyetlen ember cselekedete emeli vagy anyatlás össze az egész világot, mert van egy megtörhetetlen törvény, az általános és az egyéni, azok egyforma súlyúak, mint két dolog ugyanabban az edényben. Tehát amikor főzünk valamit. És ezért, amit az általánosra igaz, az igaz az egyére is, és sőt, ki kell jelentsük, hogy amit az egyén tesz, az mind megtalálható az egészben is, és az általános pedig megjelenik minden egyes részében az általánosnak. És így a mennyiség és a minőség tulajdonképpen az egyének a mennyiség és a minőség kifejezi a teljességnek a mennyiségét és a minőségét. Tehát még egyszer ne legyetek meglepve, hogy a egyetlen ember cselekedete felemeli vagy hátlásba taszítja az egész világot. A megtörhetetlen törvény alapján, hogy az általános és az egyéni egyenlő súlyú és egyenlő súlya lesük dologba, ugyanúgy, mint a két dolog, amikor egy edényben rakjuk őket főni. Ezért tulajdonképpen az általános törvények igazak az egyénekre, és sőt, amit az egyének tesznek, azok megtalálhatók a teljességben, és ilyen módon a teljesség pedig megjelenik minden egyes részében, és ilyen módon a mennyiség és a minőség minden egyes részben megnyilvánul, ami a közösségben megvan. Ennek eredményeképpen az egyének a cselekedetei felemeli, vagy a hagyatlás viszi az egész kollektívát. Nem látok kérdést, de már sokszor mondtuk, hogy az egyén és az általános és az egyéni az ugyanaz. Még egyszer. Mivel mi egy integrált rendszerben vagyunk, és ebben a világban egyelőre még nem érezzük az integrált rendszert, ahol mindenki egyforma, egyenlő és egyenlő súlyú módon kapcsolódik bele ebbe a rendszerbe. Tehát ami igazán történik velünk, hogy még nem érezzük ezt, tehát az érzésemből ez úgy elillan, ami történik, de az egyénnek az ereje tulajdonképpen az nagyon erőteljes, és hogyha az ember helyes módon dolgozik, akkor a kollektív az egyéntől fog függeni, az egyén pedig a kollektívától, és ilyen módon az egyik a másiktól függ. Tehát ezt tanuljuk, ez nagyon világos dolog, és miután mi megkapjuk a spirituális való belépést, akkor ezt még jobban fogjuk érezni, hogy az internet rendszerben ez hogy válik egyre világosabbá, hogy kezd el manifestálni az érzékszerveink előtt, és hogy tárjuk föl mindezt, hogy valóban milyen különbség van az egyéni és a kollektíva között a mi világunkban. Oké? Okay? Na, Peta Tikva, 31. Rav, mit jelent az egyének a munkája? Azon túlmenően, hogy megszorítja a saját kapnakaró szándékát. A munka, minden egyének a munkája azt jelenti, hogy minden egyes barátot egyformaképpen kezelünk a tízesben. Tehát nekünk dolgoznunk kell, tehát nekünk más körök, tehát egy tízest a másik tízes, és majd utána fogjuk ezt tudni összekapcsolni. Tehát az egyik szintről a másikra fel akarunk emelkedni. Ez azt jelenti, hogy nekünk kell egyfajta akkurátusság ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni.
Tehát először önmagunkkal kell foglalkozni, és a munkának a lényege, és a munkának a stílusa az nem változik, ám akár a tízesekkel dolgoztok, akár a saját tízesekkel. Szeretném megérteni, amit ön mond. Tehát ezt már jó, sokszor elmondta, hogy nekünk meg kell szólítanunk a kapni akarásunkat, a megszerzésre vonatkozólag, és minden egyes különben, minden cselekedőben, minden gondolatunkban ez történik, és ezt a munkát kell megfelelő erőfeszítéssel elvégezzünk. Tehát nekünk olyan cselekedők kellenek, tehát nekünk különböző módon kell ebbe az irányba fordulnunk. A kérdés az, hogy hogyan kell nekünk a tízes körben való függésünket felhasználni. Ha valóban limitálni akarjátok magatokat, tehát ugye nekünk állandóan arra kell gondolni, hogy nagy bárki visszaaludjon a tízes körben, és nyilván nem kell megbántani sem egymást, nem mint ahogy van, aki úgy alszik, hogy rárak valamit a szemére, hogy sötétben legyen. Vannak emberek, akik amikor megérzik az igazságot, ami felé viszi őket a kabala, megpróbálják ezt föltenni. Ezért mi egy globális közösségben élünk, to give us a correction on our perception, on our reception and on our connection. Tehát nekünk tehát a felső fény az, ami tulajdonképpen nem limitál be engem. Ami belimitál engem, a saját döntésem limitál be engem, a saját edényem befolyásol abban, a saját vágyaimban, nem tudom érzékel a teremtőt megfelelő módon. Tehát ez olyan, mint amikor valaki fogyókúrázik, maga döntél, mennyit teszik. Tehát ugyanígy a korrekciót nekem akarnom kell. Tehát ez megadja nekem a lehetőséget, hogy előre haladjunk. Tehát hogy nekem hogy kell viszonyulni mindenhez, nekem egyetlen dolgot kell kérni, hogy korrigálja a teremtő az én érzékelésemet. Mert hogyha én helyes módon, tehát nekem függővé kell tennem a barátoktól és mindentől, és ezen a módon ez engem megpróbál megtanítani, a kezemnél fogva fognak, mint amikor egy kisgyereket tanítunk lépkedni. A gyereket megtartják, hogy ne essen orra, ugyanígy kell kitérnem, hogy amíg a teremtő nem tart meg, tartsanak meg a barátaim. És amikor elérem azt, hogy saját lábaim vannak már, akkor megtanultam saját lábam járni, még a remegő lábakkal is, vagy orra is esek. Tehát ezen a módon kell elvárnom azt, hogy a teremtő ugyanezt tegye velem, és akkor lehet kérni. Ő várja a kérésünket, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt megtegyük, és hogy valóban képesek legyünk belimitálni magunkat, de ugyanakkor nem is kell benne belimitálni magunkat, hanem egyszerűen azt kell tennünk, hogy a teremtő adja meg nekünk a lehetőséget, azt, hogy megértessem, hogy mit kell és hogyan helyesen cselekedni. Tehát, és ez csak tőle várható, mert senki mástól. Ezért csak hozzáfordult a kérdéssel. Oké, de ebben a megszólításban, ami minden pillanatban megjelenik a mi attitűdünkben, ez mit jelent? Tehát mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy neked állandóan a teremtővel kell beszélned, befolyást kell kapnod tőle, ilyen módon vagy olyan módon, minden egyes alkalommal. Tehát, hogy ilyenek idegen isteneid, ugye? Tehát neked állandó kapcsolatot kell még egyszer, hozzá kell beszélned, és ilyen először a barátok mögött is őt kell látnod. És akkor majd rá fogsz jönni, hogy minden barátot, ez sokkal közelebb visz hozzád. Oké, de akkor ezt a közelítést nekem éreznem kell, hogy nem? Te minden alkalommal a spiritás felé törekedtek a barátokkal, akkor minden alkalommal beszéltek is erről, lényegtek, hogy hogyan. Beszéljetek egymással és a teremtővel is.
Nem kell mindig nagyon magasztos szavakkal beszélni, mert ez a felső erő a szíveteket vizsgálja. Nem az, hogy jól fogalmaztál meg valamit. Lényegtelen, milyen nyelvet használ, vagy hogyan győzködöd őt bármiről. Hogyha oda tudsz fordulni, ugyanúgy, mint egy kisgyerek, a kisgyereket az anya megérti, akármit magyaráz. Oké, na de ez azt jelenti, hogy nekünk, ha nem érzem az erőfeszítést, akkor azt jelenti, hogy nem dolgoztam. Hogyha te a teremtőhöz fordulsz minden egyes alkalommal, az maga az erőfeszítés. És ha kell, akkor egész nap hozzáfordulsz. Hát benne vagy, bele vagy foglaltatva. Ez a lényeg, hogy megtaláld őt. Törökország 1. Drága Rav, egy kérdés a tízesünktől. A kapcsolatunk hogyan befolyásolja a mi kollektív kapcsolatunk a kongresszus alatt az egész világot? Hát ez befolyásolja, ezt látni is fogjátok, de most még nem tudom nekem megmondani. Mi a világhoz vagyunk kapcsolódva. Az egész rendszer tulajdonképpen működik, és kapcsolatban is van. Legfeljebb ez néha eltűnik a valóságérzékelésünk elől, hiszen nincs meg a helyes módon köztünk és a teremtő között. Tehát nekünk éreznünk kell, hogy Adam Harishonnak a rendszerében vagyunk befoglaltatva, és nekünk nem kell megtörni tulajdonképpen semmit, nem érzékeljük még a rendszert. Tehát nekünk meg kell érezni, hogy mi történik. És nekünk van egy feladatunk, egy nagyon fontos feladatunk, amit még nem teljesen értünk, hogy ez pedig az, hogy rajtunk kívül van még egy női csoport, egy hatalmas női csoport a világban. Nem is tudom pontosan mekkora, mondja Rav, mivel ugye most ebben a korai órában is fönt vannak, és hogy láthatjuk, hogy mennyi kérdésük van, és hogy mennyire tud, ők állandóan nyomással helyeznek engem, és én boldog vagyok, hogy ez megtörténik. És velünk vannak, ez nagyon lényeges. Akkor menjünk most hát a nőkhöz, hogy kérdezhessenek. Akkor most egy kicsit adjatok helyet a lányoknak. Tehát a női csoportnak van kérdése. A nőket, a női tízeseket szólítja meg Rav, hogy van-e kérdés. Hát itt vannak, minden dupla vés, ugye az nők. Nem látok kérdéseket. Hát meglepődtek, ugye? Nyilvánvalóan. Hát csak annyit mondtak, hogy hello, rendben van. Akkor, vagy mégiscsak van hát. Tehát akkor Szigál Rácz kérdez. Hello mindenkinek, mondja Szigál. Mi... A sivatóban van egy link, ahol lehet kérdéseket föltenni a nők, küldjétek oda. Hamarabb elér a kérdés. Tehát a teremtőt hogyan... Még egyszer? Én sem értettem. Tehát az ember képes lenullázni magát, vagy kérni kell minden esetben a teremtőtől segítséget annak érdekében, hogy ez a lenullázás jól sikerüljön. Nem hallak túl jól, de nem tudom, hogy pontosan mit tegyek, még egyszer próbáld megkérdezni. Tehát az ember le tudja nullázni magát. Kétszer hallom. Duplázódik a hang. Próbálj még egyszer még jobban a mikrofonon beszélni. Egyébként, hogy jól lehet hallani, hogy más baj van. Oké, a kérdés a következő. Jó reggelt! Az ember képes-e lenullázni önmagát?
vagy állandóan segítséget kell kérni a teremtőtől, és imádkoznia kell a teremtőhöz annak érdekében, hogy a lemurázódás sikeres legyen. Hát természetesen kérnie kell. És miután tehát itt az embernek tehát az embernek mindenképpen le kell győzni a saját egóját, szóval a teremtőt tud segíteni. Ezért az elsődleges kérdés, hogy hogyan tudom én valamilyen módon I will be able to hear him instead of me, instead of my ego. Tehát az, hogy ne az egómat tehetesse meg a teremtő, hanem a nem tudom mit, de közben. Najim. Na, visszajött az adás. Oh, yes, you can. Women. Right, we got Moscow 6. Go ahead. Доброе утро, учитель. У нас вопросы от студентов, которые собрались сегодня. Количество 260. Good morning. You want to get off? Tehát több mint 200 alánya vannak a Zoom-on Oroszországban, kapcsolnak. A saját szándékomon keresztül befolyásoltok mindenkit természetesen. Tehát amilyen mértékben az én szándékom a teremtése vonatkozólag jól működik, tehát én nekem mindig a teremtő mentén kell mozogni, és akkor a teremtő rájöltözik az én szándékomra, és az egész edényen, mondjuk a női csoporton dolgozni fog, a női edényen. Azt kell éreznem, hogyha én nem csinálom a dolgomat, akkor az összes nő lekapcsolódik a teremtőről. Tehát ez az a mód, ahol meg kell próbálni mindenáron a teremtőhöz kapcsolódni, amilyen mértékben ez megy. Tehát nekem így kell a teremtőhöz kapcsolódni, és az általános edény majd így fog működni a teremtő erején keresztül, és így haladunk előre a korrekció végéig. Rendben van? A törökök is kérdeznek, a török lányok. Hello, drága Rav. A tízes körünktől egy kérdés. Egy kabbalista tanítvány mit tud tenni egyénileg és a tízesben, annak érdekében, hogy az a lelkesedés fennmaradjon, amit az elején érez az ember, és amikor már rutinszerűen tanul. Tehát fennmaradjon a lelkesedése a rutinszerű tanulás mellett is. Nagyon szépen kérdezett angolul ez a hölgy. Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Én értelek benneteket, érezlek téged. Jó volt a kérdés. Arra van szükség, hogy a Törökország az egy iszlám ország, nem is akár mennyire, tehát gondoljuk, hogy mennyire tannak kabalát. Tehát, hogyha én akarok spiritálisan dolgozni, azt olyan mértékben tudom megtenni, amilyen mértékben a teremtő rám öltözik. És akkor együtt, az egommal együtt, meg tudom, ezt váratom el, meg tudom érteni, hogy mi történik, tehát csak is a teremtő erejével vagyok képes magamra öltöztetni mindent, és tűtás értelemben a cél felé fordulni. Tehát mindenek előtt, nekem el kell várnom, hogy a teremtő rám öltözzön. Én valóban kell, hogy akarjam érezni, hogy hogyan történik ez meg, hogy ő hogyan hagyja, hogy másképp gondolkozzak, különböző módon gondolkozzak, mint eddig. New York 4-es. Rav, hogyha ki tudnám fejteni ezt, amit ön az előbb mondott, hogy a szándékomnak meg kell felelni a teremtő szándékának a tízesben, mivel az övé adakozó szándék, akkor hogyan tudom felépíteni azt a mezőt? El tudná ezt magyarázni még jobban? Nem értettem egy szót sem, mondja Rav, de nem volt. Értettem a kérdést? Segítsetek.
Well, if the friend can ask again, just repeat the question. Héberül mondja most már. Tehát, hogy hallottam az én adokat a szándékom a tízesben, meg kell, hogy feleljen a teremtő szándékának. Tehát megértette, amilyen mértékben én nem tudom törölni a saját egómat, akkor elvárhatom, hogy ugyanezen a helyen, ahol az egóm el van törölve, a teremtő lépjen oda be. De ez így is történik. És nyilván akkor kitölti majd a felső erő, az adakozó erő, a teremtőnek a szeretete ezt a teret, amit én átadtam magamból, magamba, és akkor egy helyen dolgozunk ő és én. Tehát nekem éreznem kell. És akkor a teremtő belé. Info, do you have more? Here's one from Israel. Valaki Izraelből kérdezi, mit jelent az, hogy úgy beszélek a teremtővel, ahogy a barátokkal. Ez csak a tízesen belül történik meg. Tehát valóban egyedül is beszélhet a teremtővel egyébként, meg a tízesen keresztül is. Benned van. Illetve te vagy benne, bocsánat. Tehát amilyen módon állandóan kapcsolatban vagy vele, tudsz hozzá beszélni, és az alkotás erőt megkapadott tőle, rádöltözhet, mivel biztos lesz benne, hogy ezen a módon tudja átemelni magát ezen. Nincs több kérdésünk el most. De van. Van egy bejelentésünk a szervezőktől. Olyan mértékben vettünk részt eddig ezen az eseményen. Bekapcsoltuk az új barátokat, rengeteg új barát van fönn, Amerikából, Afrikából, Ázsiából, Izraelből. Tehát pillanatnyilag 5000 ember van fönn a kapcsolatban, és még várhatjuk, hiszen nem egy helyen többen is vannak, tehát 2700-an vagyunk a Galaxin, több ezeren vagyunk a kabala.info-n, ezek óriási technikai nyomás jelentenek a rendszerre, ezen már dolgoznak. Tehát a Galaxy-ról kapcsolódjatok le, és menjetek át a kaptv.live-re, nézzetek élőben az adást, és hogyha tehát váljatok le a Galaxy adásról, és menjetek át a Kap TV-re. Ennyi. Hát ez szép, mondja. Tehát Zichon 10. Tehát Gyuri, szeretnénk kérni, hogy hogyan válthatjuk át. Tehát ugyanazt a választ kapja mindenki a tízes körben, vagy nem? Ez volt a kérdés. Tehát, ha kérjük a teremtőt, nektek el kell fogadni a többieknek a véleményét is, és nem csak a saját nézőpontodat. Tehát amennyi ember fönt van, nyilvánvalóan annyi nézőpont is van, és nincsenek túl közel egymást is. Oké, folytatom a kérdést. Igen, mit szeretnél? Azt, mit akarsz folytatni? Az, hogy hogyan kell nekem a kongresszushoz kapcsolni, és mi az, amit virtuális, amit fizikailag kell kapcsolunk, és hogyan fog ezt helyesen irányítani engem? Azért nem tudom megmondani neked, mert most már egy csomó negatív kötelezettségünk Izraelben az egészségügyi minisztérium mögött, ezért nem tudjuk növelni a kapcsolatot fizikailag. Itt most mindent virtuálisan kell menedzselni. Török egy. Please, 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 please.
Mit tudunk mit tenni annak érdekében, hogy a tízes egóján lépünk túl? Hát a teremtőt kell kérni, hogy törölje el a tízes egóját. Legalább olyan mértékig, hogy halljátok a hangját az ajba. Tehát a tízes körben a barátoknak imádkozni kell az ego eltörlésért, hogy el akarok törölni az egót, és akkor egy példát fogok mutatni arra, hogy hogy próbálom meg eltörölni az egót, és akkor ők segítenek ebben egymásnak. Megpróbálni ezt ezen a módon. Tehát... De ezt nem lehet csinálni, hogy azért, mert ezt csinálja, én is ezt csinálom. Ez a halála a kapcsolatnak. Tehát, ha én valamit negatívnak látok, gyorsan meg kell néznem, hogy miért látom negatívnak. Tehát, és mennyire tudom fölemelni a szeretetet, és hogy tudok kitörni az igazi szeretetbe. Italy. Lo shumim. Olaszország. No sound. Nincs hang. Lo shumim. No sound, we can't hear you. Nem hallunk, nincs hang. Switch on the microphone. Kapcsolod be. Sajnálom, Chile. Chile. Hát itt csak integetnek a lányok, de itt sem volt kérdés. Beszéltek, vagy nem beszéltek? Nem látják meg a piros lámpát? Mert még nem. De akartok beszélni? Kapcsolj be a mikrofonot, mondták a hölgynek. Egy kérdés a barátoktól, valamelyik hölgytől. Annak megfelelően, amit válaszoltól olvastunk, aki beszélt a különböző cselekedeteinkről. Miért van az, hogy miért van az, hogy emelni is tudjuk a világot, meg hanyat lehet tudjuk vinni? Azért, mert a cselekedeteink spirituálisak, tehát hogyha és így kell a teremtőnek teret nyitnünk, ez egy spirituális cselekedet. Itt egyetlen spirituális cselekedetről beszélünk a világban, hogy a teremtőnek megnyissuk a teret, hogy az egoisták között is működjünk tudjon. Ami a mértékben ő feltár az egoisták között, a mértékben tudjuk az egót korrigálni. És akkor a világ elkezd megváltozni, és jobbá válik. Ez az, ahogy nekünk ezen dolgoznunk kell, Bogota. Kolumbia. Hello, Rav. Hú, de rossz volt ez a hang is. Ismétel, mert nem hallottunk. Hogyan lehetséges használni a zavarokat, amelyek felé haladunk, és a negatív dolgokat, hogy a korrekció felé használjuk fel ezeket. Mindenek előtt úgy kell fogadni minden egyes nehézséget, hogy a teremtőtől jön. Ha a nehézség a teremtőtől jön, akkor még fontosabbak, bárminél fontosabbak. Fontosabb, mint bármi más. És pontosan a negatív zavarok felett kell nekünk folytatnunk a munkát, egészen addig, amíg ő kijavít mindent. Mi nem javítunk ki semmit. Meg kell érteni, hogy az ember nem korrigál semmit. Én csak a teremtőt engedem be, ez a döntésem, hogy elvégezze a munkáját. Mi ezért hívjuk a mi munkákat, hogy ez a teremtő munkája. Mi a teremtő munkáját engedélyezzük. Önmagunkon. We've got PT-38 woman.
Ой, ой, ой. Most hallani. Tehát ő azt mondta, ezek izraeli csoport, hogy egy küszöbön állunk, egy bejárat küszöbén, ahol egy új világba lépünk be. Milyen fajta erőfeszítést kell tennünk ezen a ponton, hogy tényleg belépünk? A teremtőnek kell teret nyitni, és a teremtő átvezet bennünket a kapun. Ez egy érdekes kérdés. A lángoló tűzoszlop átvisz minket a kapun. Hajfából egy csoport. Ugye Izrael és az arabok között békét kötés történt. Láthatjuk, mi ez a teremtő gondviselésnek a világában. Az erőfeszítésünk eredményeképpen, amit a kapcsolatban tettünk. Érted, mit mondom? Most leforítja, hogy ez a béke folyamat, ami az eleve, hogy az emirátusokkal történt, ez a munkánk eredménye, és persze. Ez jó az előreadásban, de látnotok kell, hogy ez most bármilyen furcsa másodlagos dolog, ami történik. Mert az új világhoz ez nem visz bennünket se távolra, se közelebb. Bármilyen nehéz ezt megérteni. A kérdésem... Amikor mi workshopot csinálunk, kérdezi a hölgy, ez is Petatikva, Izrael, tehát Tel Aviv, tehát mindenek előtt nekünk egy workshopot kell, ugye most a kongresszusokán sok ilyen van. Tehát ha nincs workshopunk, akkor csak kérdések, akkor hogy lehet ugyanezt a kapcsolatot megteremteni, mint a workshopolnánk? Finoman megkezdtem, miért nem workshopolunk? Hát van egy 2-3 napos kongresszusunk, akkor mindenféle dolgot meg tudunk csinálni. Most azonban limitált az időnk. Egy napunk van, 2 órás leckék vannak csak, különböző okok miatt, és ebben a 2 órában kell megcsinálnunk mindent. Tehát meg kell, hogy értsetek, most nincs másra idő, főleg az első leckém. Ezért szeretem, hogyha reklamáltok a workshopért, de majd... Majd nem mondjátok, mikor csinálunk workshopot. Van itt egy szavazórendszerünk? Nem, akkor egyszerű döntés. A következő leckén... A női kérdés helyett workshop lesz. Én személy szerint örülnék ennek. Oké, rendben van. Akkor ti következő alkalommal nem kérdeztek, workshopoltok. Oké, rendben van akkor. Itt kell. Oké, Moszkva 6-os. A kongresszuson nagy lehetőségünk van a korrekcióra, ezért kérhetjük meg a teremtőtől azt, hogy egyetlen vágyba kapcsolni szemben minket, vagy valami másról van szó. Az, hogy kértek, ez önmagában semmit nem fog segíteni. Kinyitjátok magatokat a teremtő megjelenésnek, vagy nem? Ahelyett, hogy az egótokkal bibelőttök. Tehát az alkodás ereje, a szeretet ereje kell, hogy megjelenjen, ez a teremtő. Tehát nektek teret kell nyitnotok, nyitok teret a teremtőnek, hogy megjelenjen ebbe a munkába, változtassátok meg a valóságot, változtassátok meg a viszonyt köztetek. Akkor jól cselekedtek. Ha ezt nem megfelelő módon teszitek, hogyha az egótokat nem teszitek félre, akkor a teremtő megjelenít köztetek némi problémát. Köszönjük. Jó. Na, női info. Normál info. Denis kapcsolnánk Afrikából. Nem is kell kapcsolni, elküldte a kérdést. És le is fagytunk ezzel a gyönyörű momentummal. זה לפי אותה כוונה שהוא יפעל דרכי, שאני רוצה להרגיש.
אני רוצה להרגיש שהבורא מתלבש בי ופועל בי ומחייב אותי לעשות פעולות השפעה, הפצה, חיבור, אהבה. Egyelősen is várni kell, mert a rendszer még nem kapcsolt vissza. Ez nem sok vagy Diniz. És a mód pilla, a mód hasuva. Zeu, én jöttem sírót? Én. בסדר. אז אנחנו נקרא קטע הבא. אירן. כן, קטע מספר 7 מתוך בעל הסולם, איגרת ד'. אנחנו הגענו לסוף השיעור ככה. אנחנו בקטע 7. כן? יופי. יש לנו עוד. יש לנו עוד, כן. כן. ולא חסר לך כלום, אלא לצאת בשדה אשר ברכו השם. וללקט כל אלו האיברים המדולדלים שידלדלו מנשמתך. We are in excerpt 7. Akkor a hetes idézet jön, és átmentem egy másik felületről hallom a hangot. From letter 4. You lack nothing. Tehát semmi másban nincs jeljentok, mint hogy kimenjetek az Úr által áldott mezőre, és összegyűjtsétek az összes széthullott szervet, amely a lelketekbe hullott ki, ezeket egyetlen testé összekapcsoljátok, és ebben a teljes testben a teremtő működtetni kezdve a sinát, a szentséget, amely majd a végtelen forrással válik a fénynek, amely egy soha ki nem merülő forrás lesz. Na, még egyszer. Tehát még egyszer. Tehát semmi másban nincs hiányotok, mint abban, hogy kimenjük. והמבוע של תבונה רבה ונחלים עליונים של אור יהיו כמעיין שלא פסק. כן. מה זה נקרא לצאת לשדה אשר ברכו השם? מה זה נקרא שדה של הבורא? ושאנחנו צריכים להשתדל להיות באותו שדה של הבורא. ברנדם? מה זה נקרא לצאת? מית ינת אז, הוי כימדייק, אז הוא ראה זאת מזהירה. מי התלמתונק המזהיה? אמי נקונק, מקה פרובלנונק. איך אנחנו בונים שדה אשר ברכו השם? אולי, אבי that it is like the crops will come and everything will develop. What is? Tehát mi az Úrnak a mezeje? Tehát érti mindenki a kérdést? Hogyan tudjuk mi kiépíteni ezt a mezőt, ami az Úr áldott mezeje? Hogyan kell nekünk az Úr áldott mezejére kilépnünk? Ez a workshopon. Akkor fókuszcsoportot fordítom. Amerikaiak egymás között beszélik meg a tízesek, ugye? Tehát nekünk az egész világot kell éreznünk most, nem csak az Úr áldott mezeje, nem csak a tízes. Tehát még egyszer a kérdés az volt, ezt kell megbeszélnünk a tízesekben. Mit jelent ez az Úr áldott mezeje? Mi ez a mező, a teremtő áldott mezeje? A floridaiak workshopolnak egyébként, azt közvetítik. Tehát nekünk helyes módon kell látnunk, hogy minden mögött a teremtő van, és a teremtő munkáját végezzük. Johnny? Igen, ez egy tökéletes mező, amit itt és most megteremtettünk, tehát mindent itt van az orrunk előtt, amire szükségünk van, tehát nekünk csak össze kell gyűjtenünk ezeket a szerveket, amelyek valójában itt vannak előttünk, amelyek kötelezve bennünket a teremtő erejének a fenntartására. Egyszerűen minden rajtunk múlik, nekünk csak meg kell valósítani. Így van, ez igaz. Nekünk ezen a workshopon is el kell fogadnunk, amit a barátok mondanak, magunkkal kell vinnünk, és ez az, amivel kiépíthetjük azt az érzékelést, hogy mit akar a teremtő, és hogy mit életünk el rajta keresztül. Így van, tehát nekünk együtt kell dolgoznunk, tehát nekünk a vágyakat össze kell kapcsolnunk,
ezt a tízes körön belül kell megélnünk. Tehát ez a közös munkaterület, munkamező, ahol össze kell kapcsolódnunk, és meg kell tennünk mindent. Igen, tehát amire igazán szükségünk van, az egymás között megtaláljuk a vágyokat, és össze tudjuk kapcsolni őket, és valóban megvegyen a képességünk, hogy képesek legyünk egyre jobban kiterjeszteni ezt, és az egész világban legyen befogadatva, és ez köztünk indul, ahol a szívünket egyre jobban a kapcsolatra kell fókuszálni. Ez az a hely, mondja Stasik, hogy ez torontói, tehát ahol az egónkon túllépünk, és egy közös szándékba kerültünk az adakozásba egymás irányába, az összes tízes körülöttünk ez a csodálatos mezőt alkotja, amit most is lehet érzékelni, ahol több ezer ember tíz firába kapcsolódva próbál formegyezésre. Igen, ez az a hely, mondja Carl, ahol a világ, ahol teljesen lenulázódunk, ahogy a barátok mondták, akik folyamatosan adakoznak egymás irányába. Ez az az áramlás, ahol megjelenik köztünk a szeretet, és az állandóvá válik. Na, ezt most nem értettem, hogy kit szólít, de mindjárt kiderül. Így van, ez egy állapot, amiről beszélünk, ahol mindannyian érezzük, nem csak össze vagyunk kapcsolva, hanem minden össze van kapcsolva. Tehát minden és minden rész a világban és a valóságban az egy integrált rendszernek a része, és minden befolyásol minden mást. És ahogy mondja, hogy ismerve az egónkat, belépünk ebbe a mezőbe, mivel az ego az egyetlen dolog, ami távol tart bennünket egytől, hogy mi érezzük mindent, a szeretetet és minden más. Csak az ego az, ami távol tart ettől, ezt érzékeljük. Amikor megpróbáljuk a barát vágyait érzékelni, és megpróbáljuk egymást szeretni, akkor kiépítjük azt a mezőt, mondja a srác Chicagóból, amin keresztül fenntartjuk. Így van, ez egy izgatottság a sóvárgásban, ahol a teremtő és a teremtőnek az örömet a barátok fogják megadni, én pedig a barátnak kérek. Ez a koncepció, mondja Seth New Yorkból, tehát ez az, ami tehát, hogy valami, ez egy azt az érdekes, hogy mégiscsak tettünk valamit. Jó, akkor olvassak a következő idézetet. Ez a 8-as idézet. Ez a Jethro fejezetből. Maor Naim. Ismert, hogy az egész világ minden teremtett lény meg kell kapja a vitalitást, az életerőt a teremtőtől minden pillanatban, mindig és minden adott pillanatban. Ezért ahhoz, hogy az igazak átvezető csővé várnak a teremtő és az egész világ között, mindent a teremtőhöz kapcsoljanak, hogy valóban egy átvezetővé várjanak egy ösvényé, ahol a bőség és az életerő ezen a csővezetéken keresztül kiárad az összes teremtett lényre. És akkor ő, a teremtő, aki az egyetlen, aki egyesülni tudja a mennyeket és a földet, aki összekapcsolja az egész világot a teremtővel, hogy mindazokat, amik látszólag nem részei a teremtőnek. Ez az igazak feladata. Itt jön egy kérdés, folytatódik a versen, hogy mindannyiunknak hogyan kell ezt ábrázolnunk, azt, hogy valóban a teremtő és a világ közötti kapcsolatot kell megtestesíteni. Hogy kell ezt megtenni? Hogyan kell felkészíteni magam, hogy azt érezzem, hogy minden embernek adom át a fényt, hogy én vagyok az, aki a világot a teremtőhöz kapcsolja. Na, rajta. Ha bárkinek van valamilyen ötlete, vagy lehetősége, hogy mondjon valami különlegeset, akkor megadjuk a lehetőséget, mondja a... De még ha kérdeznek, az is jó. Tehát... Ki érti azt pontosan, hogy ki az, aki az egész világot a teremtőhöz kapcsolja? Ki érti, hogy mit jelent ez a mondat?
Ez most nem csak... Na? Senki nincs, aki egy tanácsot adna erről? A jó hír az, hogy a teremtő csinálja ezt, ő csinálja, mondja a srác New Yorkból. Pontosan ő az, aki... Nekünk csak hagynék, hogy működjön. Hát ez okos, kicsit ravasz okoskodás az, amit mondasz. Tehát ki az, aki odakapcsolja a világot a teremtőhöz? Nyilvánvalóan ki lehet csővezeték a teremtő felé és az egész világ felé. Mit kell tennie, hogy ez megtörténjen? Ó, mennyi kérdés lett hirtelen. A legtöbb Izraelből. Na, akkor kinek? Na, Szent Pétervel. Kostya Kovalchenko kérdez. Mi a tízesben megbeszéltük, mondja Kostya, hogy a kapcsolatunkon túlmenően mi egy edényt teremtünk, amiben belép a fény, és ugyanezt történik a világcsapban minden tagjában, és átlik a világban. Na, de ez fény kell, ugye? Tehát csővezeték akkor van, ha van az egyik oldalon fény, nem? Ez már valami. Mit mondhatni kell? Almata. Nem tudom, Kazaksztánba. Kazaksztán. Sok barát ülött együtt. És ez már dél van körülbelül. 4,5 órán vannak előrébb. Tudtok beszélni? Egyébként izében vannak. Hallanak bennünket? Igen, hallunk. Igen. Jó reggelt, Rav, mondja a kazak. Mi így gyűltünk össze, természetesen betartjuk az összes szabályt, a maszkot és mindent. De amit mondani akarok, hogy egy szándékunk van, hogy azért a csővezetéke váljunk, és ami számunkra az azt jelenti, hogy a teremtő áldott mezőn vagyunk, ez a helyes szándék, közös szándékot jelenti. A helyes szándékot tudjuk átadni a fényt, a teremtő fényét az embereknek. Oké. Okay. 4,5 órával legelőbb mindig, azért volt a tervilágos. Kiev. Jó reggelt az egész világcsoportnak. A tízesünk kész van. Ők ugye benülnek a régi központban, azért vannak ennyien. Igen, tehát egyetértünk, hogy mindenki egyre leckére, a barátokos egyetértettünk. Tehát nekünk itt is most készen kell állnunk arra, hogyha megjelenik ezen a fény a köztünk, akkor azt azonnal ezt az erőt azonnal arra kell gondolni, hogy a világnak átadjuk. Spanyol 2. Nem tudom, ott nem látom. Sőt, egyiket sem látom, hogy beszélne. Hollandia 1. Na akkor. Kosz. Jó reggelt, Rav. Jó reggelt. Természetesen mi nem tudunk semmit önmagunk által csinálni. A tízes kapcsolata nélkül, és a tízes kör kapcsolatán keresztül, ahol a tízes kör középpontjába kapcsolódunk, ott az egész Binén Balukon keresztül, a kapcsolat központján keresztül kérítjük a teremtőt, és az egész, hogy az egész világ kapja meg ezt a fényt. Tehát ez a kapcsolatnak a lényege. Tehát így váltunk csővezetékké. Ez volt Kosznak a vélemény. Köszönjük. Akkor jönnek a grúzok. Azért ugrálunk a világba. Én azt gondolom, nekünk egy csodálatos példáink vannak, például ön, aki maga a teremtő csővezetéke, árasztja felénk a fényt, nekünk le kell nullázódnunk, és ugyanezt tennünk, elmagyarázni az embereknek, hogy az egész világ készen álljon erre, és megkapja ezt. Köszönöm.
I am weak. Én gyenge vagyok. Ezt már csak ti fogjátok ezt a munkát megtenni. Tegnap, magyarul. Én ott vitatkoztam valakivel. Valaki kérdezett egy kérdést, Angia. És nem tudom, ki volt az, aki kérdezett. Elnőzzétek le, hogy ki volt, én nem emlékszem. Beszéltek vele. És mondjátok meg, hogy ne haragudjon, nem helyesen fordultam felé. Miért beszélek így, mondja, azért, mert ezt a leckét be kell fejeznünk most. Még mindig van egy csomó kérdésünk, Baltiából, Kabjó egy, Héber 10-es, Fiat, a kezdőcsoport, csomó petetikai csoport, nagyon sokan vannak, de nekem van egy különleges tanárom, tudjátok, aki most infóval válik, el fogja mondani, hogy mi fog történni. Te kicsit arról fognak beszélni, hogy mi történik még. Köszönjük, kedves Rav. Hallottak engem? Te mi vagyunk a kongresszusi szervezők, hallottak engem, igen. Tehát nekünk van egy kérdésünk is, a lecke befejeződött, nem sokára jön egy kis szünet. 6:30-ig izrael idő szerint, az 5:30 lesz majd idő szerint, tehát fél óra. És van egy feladatunk, annak megfelelően a lecke alatt adott feladatot. Én most adja egy feladatot, bocsánat, erre a szünetre. Nem értette, hogy mit mondjuk. Mit kell tennünk a szünet alatt? Nem tudom. Az biztos, hogy fél órás szünetünk van, nem sok. Aztán megint lesz 15 perc felkészülés. Akkor mit kell tennünk? Hát annyira nem tudom. A terv az volt, hogy az emberek kicsit felfrissüljenek a következő lecke előtt. Én azt gondolom, hogy itt mindenki próbáljon felállni a székből, egy kicsit ugráljatok már, hogy tudjatok figyelni a leckén. Könnyebb elérni a mennyeket, ha a test is egy kicsit próbálkozik. És kerüljetek közelebb a barátokhoz. Hogyha vannak mellettek barátok, akkor figyeljetek. Frissítsétek fel egymást. Friss levegőt szívjatok, és aztán fél óra múlva találkozunk, amiben 25 perc múlva visszakértünk a saját helyünkre, és elkezdjük a leckét. Tehát közben pedig a szünet közben lesz ilyen bejelentésünk. Már így látszik a bejelentése. Igen, tehát... Itt van a nagy bölcs barátom, ugyan a névna van. Oké. Így van, tehát... Az a lényeg, hogy a szünet alatt videóklipeket fogunk játszani az előző kongresszusokról, hogy fenntartsuk a kapcsolat atmoszféráját, és megjelent Itály is, aki a nagy technikus ember, adunk egy... A feladat nagyon egyszerű, tartsátok meg a helyet, maradjatok a helyben, amit a teremtő most feltárt köztetek, tehát semmi más nincs, mint a teremtő, ugye? Ez az, ami föl aggódni kell. Nekem rá kell nézni a barátra, rám kell nézni magamra, és csak a teremtő van a barát is köztem, semmi más. A teremtő teremtett meg bennünket, ő tölti ki a teljes valóságot, és ezt nevezzük úgy, hogy az Úr áldott mezeje. Oké? Sok szerencsét, és akkor fél hamar találkozunk. És akkor Itály minden még valamit. Itály fog mondani valamit, Itály. Drága barátaim, aki a galaxira kapcsolódott, sokan észrevették, hogy a sugárzáshoz való kapcsolódás nehézséget okozhat. Tehát gyakorlatilag megállt az adás, a rendszer is felakadt. Azt szeretnénk kérni tőletek, ez mindenkinek egy cselekedet, amit a dal végén csináltunk, mindjárt jön egy dal, tehát a dalt követően mindannyian három cselekedet hagytok végre. Az első cselekedet, hogy nyomjátok meg a piros gombot,
Frissítsétek meg az oldalt, valóban, és lépjetek vissza a galaxira, ez nagyon fontos cselekedet, és aztán lépjetek be a tízes körbe, mi megpróbáljuk megoldani a problémákat, sávszélességet adtunk a rendszerre, tehát még egyszer, tehát a dal után három cselekedet kell, ellenőrizzétek le a tízesben, mindenki megtegye egy. Az első cselekedet, hogy lépjetek ki a tízesből, a második, hogy frissítsétek meg az oldalt, tehát magyarul megfrissítsétek az oldalt, nem tudom ezt másképp fordítani, a harmadik pedig az, hogy térjetek vissza a tízesbe. Ennyi. És akkor rádióbemondó, ugye gyárilag egy rádióbemondó, és akkor nekünk 6.30-kor időszerint szerint az 5.30 leckefelkészülés jön, addig pedig, amit a barátok mondtak, lépjetek ki a galaxiról, frissítsétek meg a galaxit, és semmi más nem kell, és így kell fenntartanunk mindent. Tehát 6.30-kor találkozunk, és egy dal. המציאות חולפת ואני עכשיו חושב מה ייתן תקווה ויסלק את הכאב יוצר הרחוב מתערבב בתוך כולם מי צריך את מי יותר אני או העולם Here we are should come along with one voice so we can spread this song bring down the walls you know it won't be long when we're together we cannot be wrong теперь я точно знаю все мы соединены Любой вопрос решаем, если вместе будем мы. Жизнь она как сказка, если мы одна семья. Бесконечно прекрасный мир и 7 миллиардов я. И we are, you should come along with one voice. Together we cannot be wrong. When we're together.